Szervusztok magyarok! Ottávalóban vagyunk, Ecuadorban. És ami nagyon érdekes, hogy itt Ottávalóban a helyi népviselet, van egy törzs, egy indián törzs, aki kecsua nyelven beszélnek, és ez a helyi népviselet... Ottávaló. Ez nagyon hasonlít. Az ottávaló indiánok. Igen, köszönöm, Anna. Nagyon hasonlít a helyi népviselet ilyen a mai Erdélyben található csángú népviseletre. Már csak azért is, mert ilyen övek vannak keresztbe a nők derekán, csőszoknyájuk van, és a szoknya alatt, mármint hogy a szoknya végén található egy ilyen bandás, ami ráadásul hímzések vannak, meg ilyen budgyos dolog, de hogy ezek a szalagok, amik itt vannak, meg ez a csőszoknya, ez nagyon, hogyha megnézzük, akkor nagyon hasonlít a csángú népviseletre. És vannak olyan dolgok is, amiket hallottam nemrég, Anna mesélte nekem, hogy a csángú, illetve, hogy vannak ilyen nyelvek, ilyen ó-magyar nyelvek, meg ilyen ó-kecsua nyelvek, amik nagyon hasonlítanak ilyen régi szavak, például a nap, azt ugyanúgy mondják, hogy nap. Meg amikor azt mondják, hogy szúnyog, ők csipkének hívják a szúnyogot. Hát, meg ilyesmi. Igen, de nem erre felé, hanem ez inkább az amazonia. Ja, az már másik. Jó, van, akkor keverem a dolgokat. De mint érdekesség, azért érdemes kicsit utána nézni, kicsit meg... Ja, közben várjuk a buszt, mert megyünk egy vízeséshez. Kicsit megdolgoztatja az ember fantáziáját, hogy is van ez. Na, sziasztok!